Amikor az előző videón végén azt mondtam, hogy a következő videómban egy komolyabb témáról fogok beszélni, akkor fogalmam sem volt arról, hogy ennyire komoly lesz. És bár ne kellene most erről a témáról videót csinálnom. Gondolom már sokan hallottátok, hogy King Von-t lelőtték Atlantában. Nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy úgymond megússzuk ezt az évet annyival, hogy elvesztettük Pop Smoke-ot év elején. Úgy látszik, nem. Őszintén szóval már unom ezt az érzést, unom ezt az ilyen tipikus fájdalmat, amit akkor érzek, hogy meglátom a TMZ-t, hogy valakit megöltek, vagy meghalt. 26 éves volt egyébként King Von, aki őt nem ismeri, ő egy chicagói rapper volt, egy feltörekvő rapper. Lil Durknek a gyakorlatilag a családjához, a baráti társaságához tartozott, az ő kiadójához is volt leszerződve, az OTF-hez, és nagyon sok időt is töltöttek együtt, gyakorlatilag Lil Durk egy ilyen mentorként állt mellette. Ugye tudjuk, hogy Chicagóban nagyon keményen megy ez a gang activity, ezek a banda háborúk, stb. És King Von is ennek szerves része volt, ezt lehetett tudni róla, hogy ő nem egyszer került már szembe a törvénnyel is, meg nem egy ilyen lövöldözésben, meg illegális összecsapásban volt már része. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy senki nem érdemli meg azt, hogy lelőjék az utcán, és ez ma, tehát pénteken reggel történt, és nyilván most még csomó hamis információ is kering az interneten, de elvileg a körülményekről most annyit lehet tudni, hogy az Atlantában történt ugye pénteken reggel, és egy nightclub előtt két banda, az egyik az King Von bandája volt, a másik pedig elvileg Quando Rondo nevű rappernek a bandája volt, ezek ketten csaptak össze. Most olvastam olyat is, hogy Quando Rondo is ott volt, olyat is, hogy nem volt ott, ez majd gondolom ki fog derülni hamarosan, a lényeg az, hogy lövöldözés tört ki a két banda között, és ekkor sebesült meg King Von. Ott voltak egyébként rendőrök is a környéken, akik szintén beszálltak ebbe úgymond, de azt már megalapították, hogy nem a rendőrök lőtték le King Von-t, hanem az ellenséges bandával valaki. Vonon kívül egyébként még két másik ember is életét vesztette. Tényleg, amit az előbb is mondtam, akármennyire is lehetett róla tudni, hogy aktívan részt vesz ilyen jellegű dolgokban, mégis szerintem ez nagyon megrázó, és szerintem mégse érdemelné meg ezt ilyen fiatalon ez az ember. A zenét egyébként szerettem, hallgattam is, nemrég jött ki a legújabb albumja, a Welcome to O'Block, és egyébként azt még ki is emelném, hogy olvastam olyat, hogy King Vonnál nem volt fegyver, tehát hogy ő pont védtelen volt, és így ölték meg, ami szerintem különösen megrázó. Nekem egyébként minden rapper halála megrázó, de nyilvánvalóan jobban megérintenek azok, akiket még hallgattam is, és például King Von egy ilyen volt, és azt kívánom, hogy bárcsak tudnék tenni valamit azért, hogy így ne veszítsék el tehetségesebbnél tehetségesebb rapperek az életüket lövöldözésben, vagy túladagolásban, vagy akármiben. Abszolút szívszorító belegondolni abba, hogy milyen fantasztikus zenéket csinálhatott volna még a karrierje során, és tényleg annyit tudok mondani, hogy nyugodjon békében King Von. Köszönöm szépen neki is azokat a perceket, azokat az élményeket, amiket a zenéje hallgatása közben átélhettem. Nem ajánlom egyébként nektek, hogy bármiféle szitkozódó vagy ellenszenves kommentet írjatok, mert egyből törölni fogom azokat. Nem is nagyon tudom, hogy fejezem be ezt a videót. Sziasztok!